Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Két, az egészségmegőrzéssel és a sportolással összefüggő beruházás zajlik jelenleg Bonyhádon. Mindkettőn az utolsó simításokat végzik a beruházók. A sportpálya és a szabadidőpark olyan elemei lehetnek a város életének, melyek új lendületet adhatnak a verseny és tömegsportnak, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének. Legutóbb szeptember elején jártunk a felújítás alatt álló Bonyhádi sportpályán. Akkor éppen teljes gőzzel folytak a munkálatok. Ködöl Orlánd, a Bonyhádi Sportközpont igazgatója izgalommal mesélte a beruházás részleteit. Beruházás remekül áll, a kivitelező 90%-os készültséget fog jelenteni a jövő héten. Ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy a rekordtán futópálya az teljesen kész van, apróbb simítások vannak még a sporttechnológia részében, de nagyjából készre jelentette az alvállalkozó. Ha szintén körbenézünk, akkor korlátot látunk, kerítést látunk már, térkőburkolatok még nincs teljesen kész, hiszen az majd vannak olyan részek, amik a végső stádiumban fognak elkészülni, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a 90%-os készültség az megállja a helyét, szervizépület kész van, a kivitelező jelenleg belső munkálatokat folytat még a régi, illetve az új öltözőépületben, úgyhogy apróságok vannak még vissza, én azt gondolom, hogy az október végi átadás az tartható lesz. És ezek a mostani képek. Festik a korlátokat, a fű szeptember óta megerősödött, igaz játékra csak jövő májusban lesz alkalmas, és néhány belső munka van vissza. Jelenleg a sportpályán a műszaki átadás átvétel zajlik, nekünk a kormánnyal, hiszen kormányzati támogatásból egyedi döntés alapján valósul meg a beruházás. Évvégéig kell elszámolnunk, ennek sem lesz akadálya a beruházás jelenlegi állása szerint, és bízom benne, hogy jövő tavasszal, amikor már birtokba vehetik majd a sportolni vágyok, akár a focisták, akár az atléták, és mindenki, aki a szabad idejét ott szeretné eltölteni, akkor ezt jó szívvel megteheti. Mert hogy, mondják az illetékesek, a pálya nem csak a versenysportot fogja kiszolgálni, hanem a város minden lakója számára rendelkezésre áll majd, ha mozogni is és sportolni kívánnak. És ezt a szerepet tölti majd be az új szabadidőpark is, mely hiánypótló a maga nemében, mert ahogy a város polgármestere elmondta, Bonyhád eddig nem bővelkedett játszóterekben. De ez most megváltozik. Első lépésben a szabadidőparkkal. Amikor én 1998-ban képviselő lettem, akkor többek között ez a terület is az én képviselői körzetemhez tartozott, az egykori strandnak a területe, és már akkor megfogalmazódott bennem egy olyan vágy, hogy ezen a részben kihasználatlan területen valami olyasmit kellene a városnak létrehozni, ami a lakosságnak a nagyon nagy részét szolgálja. És volt ugyan játszótér az elmúlt években, évtizedekben, de sosem abban a minőségben és abban a méretben, amit a lakosság joggal elvárhatott. Ugyan 22 évet várni kellett rá, de én most nagyon örülök annak, hogy ez a családi és pihenőpark megvalósulhatott. Még sok minden van vissza, de október 30-ára semmi akadályát nem látom annak, egyeztetve a kivitelezővel, akinek egyébként a kivitelezésre szóló szerződése november végi, tehát hamarabb be tudják fejezni a szerződés szerinti időhöz képest. Meghirdessük a lakosságnak, hogy át tudjuk adni majd közösen ezt a családi és pihenőparkot. Várunk mindenkit szeretettel, hogy használják egészséggel a legkisebbektől az idősebbekig, hiszen mindenkire gondoltunk. Gondoltunk azokra a szülőkre, családokra, pici gyerekek vannak, be van kerítve a játszótér, a pihenőpark, nem kell félteni a piciket attól, hogy kiszaladnak az autók elé. Gondoltunk a nagyobbakra, akik már szeretnek egy kicsit önállóan külön felfedezni dolgokat. Azokra a fiatalokra, akik szeretik a veszélyeket, itt a mellettem lévő skatepark is megépült 5 elemmel. A megnyitón várunk egy csapatot, akik egy nagyszerű bemutatóval fognak minket szórakoztatni, de nem csak ezzel a bemutatóval készülnek, hanem egy oktatásban is részesülhet mindenki, aki szeretné ezt majd biztonsággal használni, hiszen az egészségünk ebben a szempontból is nagyon fontos. A sportcentrumban 2018 óta azon dolgozunk, hogy a családokat, a sportot, az ifjúságot összehozzuk, neveljük a gyerekeket, és ez is gyakorlatilag ez a szuper játszótér is hozzájárul ahhoz, hogy bonyhádi lakosságnak, a bonyhádi családoknak egy újabb olyan lehetőséget biztosítsunk, ahol hasznosan és pozitívan tudnak időt eltölteni. Ez egy olyan terület, ahol a család ide lejön, és gyakorlatilag egy egész napot el tud tölteni. Minden korosztály részére próbált az önkormányzat, illetve sportcentrum valami apróságot
aprósággal szolgálni. A gyerekek játszhatnak a játszótéren, vannak itt főzőcskézési lehetőségek, van skatepályánk, illetve kosárlabdapályánk is, úgyhogy gyakorlatilag az lesz az első, és hogy egy családom majd ide lejövök, és egy jót játszunk ki, mihez ért éppen, vagy mivel akar foglalkozni. A mai fiatalok mindenre kaphatók, így az extrém sportokra is, és a skate, meg hasonló extrém, vagány, fiatalos, dübörgő mozgások azért divnak, és azért Európa szerte, illetve Magyarországon is nagyon sok helyen látunk már hasonló sporteseményeket, tehát Magyarországon is, ugye Bonyhádon is miért nem lehetne ilyet megvalósítani, meg fogjuk találni a megfelelő személyeket rá. Nem egyszerű azért ez a sport, tehát azért a veszélyforrás is benne van, de én azt gondolom, hogy mai fiatalokat ilyenre azért rá lehet venni. És várjuk azokat a családokat is, akik majd szeretnének csak itt a parkon belül közösséget építeni, együtt sütögetni, főzögetni, mert hogy erre is lehetőség lesz. Van a város területén több helyen olyan kondipark, amit fiatalok használnak szeretettel, de ezek az elemek, amelyek itt találhatók, ezek a kondi elemek kimondottan időseknek a megmozgatására szolgál. Olyan izomcsoportokat és olyan testmozgást lehet rajtuk végezni, amit bátran elvégezhetnek akár 70 év, 80 év felettiek is, hogy a mindennapos testmozgásuk meglegyen. Úgyhogy tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Remélem, hogy nagyon fogunk rá vigyázni, hogy sokáig ez megmaradjon, értéke legyen, és egy olyan központja a városnak, ahova szívesen tölti mindenki a szabad idejét. A jövőben elektronikus úton is teljesíthetik a vízdíj fizetési kötelezettségüket a Bonyhád környékén élők. A szolgáltató túl van a próbaidőn, melynek tapasztalata az, hogy egyre többen választják az e-számlát. A próbaidő alatt a fogyasztó 2%-a döntött csekkek helyett az elektronikus fizetés mellett. A lakossági lehetőségen túl Bonyhád város önkormányzata is a környezetbarátabb, kevésbé vírusveszélyes fizetési módot választja. Nincs több sorban állás a postán, nincs több sárga csekk, legalábbis ami a Bonyhád és környékén élők vízdíját illeti, hiszen elindult az e-számla fizetési lehetőség. Csapó Sándor ügyvezető igazgató elmondta, hogy július 1-én kezdték az új szolgáltatás tesztelését. A próbaüzem alatt a fogyasztók 2%-a állt át az online számla fizetésre, ezért október 1-ével már élesben is elérhető a szolgáltatás. Rengeteg előnye van. Először is olcsóbb, tehát nem kell nekünk, mint szolgáltatónak nem kell legyártani a számlát, nem kell kipostázni, nem kell a sárga csekkel járó költséget viselni. De ennél fontosabb, hogy a fogyasztóinknak is előnyös, mert egyrészt kényelmes, otthon a fotelből a nap 24 órájába lehet intézni a számlaügyeket. Még egyszer mondom, egészségvédő funkciója van ebben a járványos időszakban, és még neki is olcsóbb, mert nem kell elutazni a postára, otthon interneten keresztül könnyedén intézhető. Most kezdtük, ugye, azt tudom mondani, hogy július 1-e a tesztidőszak óta már a fogyasztóink 2%-a regisztrált, és így kéri a számláját. Az a várakozásunk, hogy még az idei évben, illetve a téli időszakban, mondjuk márciusig ez a penetráció, tehát ez a szám, ez a 2% föl fog menni 5%-ra, és ez már azt jelenti, hogy az eddig befektetett költségünk meg fog térülni. Azt követően pedig, az azt követő években pedig kifejezetten rohamos növekedésre számítok. A hazai lakosság, köztük a mi fogyasztóink is ezt már elég jól ismerhetik a többi közműszolgáltatótól. Egyszerűen a mi honlapunk fejlécén lévő e-számla ikonnalra kattintva be kell regisztrálni. A regisztrációt a munkatársaim egy munkanap alatt jóvá hagyják, és azt követően pedig automatikusan e-mailben küldjük ki a számlát. A beregisztrált felhasználók egy felületre jutnak, egy e-számla felületre, azon a felületen keresztül a szokásos bankkártyás fizetési módokkal tudnak fizetni. Aki pedig már egyébként csoportos beszedési megbízással fizet, annak egyszerűen azért jó, mert nem kap a postaládába 3 havonta papíralapú számát. Én például személy szerint rosszul vagyok, hogyha a csekket vagy számlát kapok a postaládába. Bár manapság elképzelhetetlen lenne az életünk a digitális világ nélkül, mégis vannak, akik még tartanak az online fizetéstől. Korábbi időszakban, amikor még nem volt erre gyakorlat, nem volt olyan internet elterjedtség, illetve a
pénzügyi tranzakciók az interneten bizalmatlanságot keltettek, akkor ez lassabban ment, de most már mondhatjuk azt, hogy teljesen biztonságos az internetes fizetés, többféle rendszer és megoldás van. Arra számítok, hogy ez a biztonság és az internet elterjedtsége, amit mobiltelefonon is lehet használni, ez rohamos növekedést fog. Tehát a korábbi tapasztalatok, adatok nem feltétlenül iránymutatóak a jövőre nézve. Bonyhádváros önkormányzata elsőként csatlakozott a térségi hivatalok közül a vízdíj elszámlán való befizetéséhez. A szolgáltató cég ügyvezető igazgatója október 21-én tárgyalta meg az elszámlára váltás részleteit és előnyeit a Völgységi Város polgármesterével, Filóné Ferenci Bolyával. A mai megbeszélésen Csapó Sándor igazgatóról két dologról beszéltünk, ami a legfontosabb, egyrészt a lakosságot is érinti, másrészt pedig az önkormányzatot is. Elsőként csatlakozhatunk ahhoz az elszámla ügyintézési lehetőséghez, amit a szolgáltató biztosít október 1-től mind a lakosságnak, mind a közületeknek. A kollégáim már azon dolgoznak, hogy a jövő héten ez a csatlakozás, ez a regisztráció meg is történjen. Ugyanazért jó az önkormányzatnak a szolgáltató által felkínált lehetőséggel élni, mint a lakosságnak, hiszen egyrészt időt lehet vele megtakarítani, másrészt környezetbarát, hiszen nem kell papíralapú számlákat kinyomtatni senkinek, sem a szolgáltató nyomtatja nyilván ki a számlát, de hogy nem kell azt postázni, nem kell elküldeni az ügyfélnek, legyen az lakos vagy közület. Így nálunk is amúgy is egy hivatalban a papírhalmazok, azok egyre nőnek, még az elektronika világában is. Végre van egy olyan lépés és egy olyan lehetőség, amikor ki tudjuk ennek az elektronikus világnak az előnyeit is használni, és megszűnhet a papíralapú számlázás az önkormányzat és a szolgáltató között. A lakosságnak pedig azért kérem az együttműködését, és hívom fel a figyelmét ezúton is arra, hogy ez a lehetőség, ez a szolgáltatás már október 1-től él, hiszen ők is időt tudnak vele megtakarítani, nem kell a postán sorba állni, nem kell a sárga csekket befizetni. Azt gondolom, hogy különösen ebben a járványhelyzetben, amikor amilyen időket élünk, ez egy nagy előny, amellett, hogy költséghatékony is és takarékos megoldás is. Bonyhád önkormányzata úgy döntött, hogy a védőnői szolgálatot továbbiakban a város intézményeként működteti. A szolgálat tagjai a pandémiás időkben is ellátták feladataikat, mondta Beréti Tímea, vezető védőnő, aki arról is beszélt, sok esetben szociális problémákat is kezelniük kell. Hagyomány már Bonyhádon, hogy az anyateljes világnap alkalmával kismamák és babák foglalják el a bonyhádi polgármesteri hivatal dísztermét, ünnepelve a szoptatást. Ezt a programot is minden esztendőben a védőnői szolgálat szervezi, már ha teheti, mert természetesen a vírus járvány nem tette lehetővé ennek az eseménynek megünneplését. A szolgálat nagy erőkkel így is ellátta azt a feladatot, amit a kismamákkal és a babákkal való gondoskodásról rájuk. Hála Istennek jó sok kismamánk és kisbabánk van így városi szinten, körzetenként változó, hogy kinek mennyi, és időszakonként is változó. Mindenki a saját tanácsadási napján fogadja a kismamáit, illetve a csecsemőket és a kisgyermekeket az éves státuszvizsgálatok, illetve a korábbi a havonkénti státuszvizsgálatok elvégzésé miatt. A vírusveszély ideje alatt mi nagyon sokat dolgoztunk. Még így jól is esett, most megdicsértek minket a pécsi szülészorvosok, mert látták azt, hogy úgy elláttuk a kismamákat, mintha nem is lett volna vírusveszély. Természetesen minden szabály betartása mellett, de ránk számíthattak a kismamák. Tehát nagyon sok esetben volt olyan, hogy nem jutottak el egy intézménybe, mert nem fogadták őket, nem jutottak el az orvoshoz, mert nem fogadták őket. Mi pedig elláttuk őket ugyanúgy, mintha nem lett volna vírus. Tehát egy szívhangvizsgálattól kezdve mindent megcsináltunk, és megnyugtattuk őket, ahogyan mi tudtuk. Mindenképpen ebben a járványhelyzetben, tehát itt meg kell felelni valamilyen szinten. Nagyon sok esetben volt olyan, itt visszatérve egy picit a járvány időszakra, hogy telefonon és messengeren értekeztünk a kismamákról, küldték a képeket a babákról, a kiütésekről, a pöttyökről, a pelenkákról, a mindenféle problémákról, és így is nagyon sok esetben tudtunk segíteni, de aki szerette volna, ő hozzájuk mindenképpen elmentünk, tehát a látogatások tovább folytak, és aki szeretett volna ide hozzánk jönni tanácsadásra, őt is vártuk, és senkit nem utasítottunk el. Félő volt, mondja a szolgálat vezetője, hogy a vírushelyzet tovább fokozódik, és az iskolákat átállítják online képzésre.
Ezért nagyon igyekeztünk megcsinálni minél előbb a szűrővizsgálatokat, illetve az iskolai kampányoltásokat is el kellett végezni minél előbb, mert vannak olyan évfolyamok, ahol kapnak a gyerekek szeptemberben, októberben oltást, és annak a következőjét kapják a tavaszi hónapban. Tehát nem nagyon tudtuk ezeket tologatni, minél előbb el kellett végezni. Úgyhogy most az iskolai munka volt az, ami nagyon meghúzta a védőnői munkát, mert ez nem csak abból áll, amit itt látnak, hogy mi kimegyünk és szűrünk és oltunk, hanem hatalmas adminisztrációja van mindennek. Mellette ugye születnek a babák, kell menni látogatni, és mellette most készültünk erre az átállásra, hogy akkor az új Bonyhádi Védőnői Szolgálat megalakulásában nyilván nagyon sok papírmunka, illetve átírás és mindenféle dolog együtt jár. Történt, hogy a védőnői szolgálat az önkormányzat döntése értelmében a város intézményévé alakult, a szakemberek kérdésének megfelelően. 2010. január 1-től a védőnői szolgálatot KFT formájában láttuk el, 6 védőnők itt Bonyhádon. Tavaly volt egy törvényi változás, aminek következtében a védőnőket is az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatája alá helyezték. Ez számunkra kedvező, viszont KFT-ként ezt mi nem tudtuk biztosítani a kolléganőknek, ezért tavasszal megkerestük polgármester asszonyt ezzel a problémánkkal kapcsolatban, és ő nagyon nyitottan állt a dologhoz, és így meghoztuk azt a döntést, hogy visszamegyünk az önkormányzat szárnyai alá, és az alapellátást így fogjuk biztosítani a továbbiakban. Szeptemberben a képviselőtestületi ülésen meghozták azt a döntést, hogy megalakult a Bonyhádi Védőnői Szolgálat, mint önálló költségvetési szerv, ami november 1-től kezd el működni, és a továbbiakban így már biztosítani tudják a kolléganők számára ezt a bértáblában meghatározott bért. Beréti Tíme azt is elmondta, egyre többször kell szociális jellegű munkát végezniük. Sok esetben kell ruhával vagy tartós élelmiszerrel segíteni a rászoruló családokat. Ebben a munkában a Caritas csoport áll a segítségükre. Pontosan egy esztendeje annak, hogy a Bonyhádi Fotós szakkör tagjai megünnepelték közös munkásságuk 5 éves évfordulóját. Akkor egy közös kiállítással mutatták meg, mennyit fejlődtek az évek alatt. Emlékezzünk meg az évfordulóra a kiállításon készült anyagunkkal. Képek, melyek, bár ez nem látszik rajtuk, kedvelésből készültek. Az alkotók között van olyan, aki hivatásszerűen készít fényképeket, és van, aki csak akkor veszi elő a képet, ha szabad ideje engedi. 5 esztendő telt el azóta, hogy a fényképezés szerelmesei klubot alakítottak Bonyhádon. A klub vezetője Máté Réka önszántából nem indított volna klubot, de a nyomás elég erős volt ahhoz, hogy beadja a derekát. Tudtam, hogy jó lesz, csak nem akartam sok mindent a vállamra venni. A lényeg, hogy jó a csapat. Maradjunk ennél, tehát nézzük a jó oldalát. Nagyon jó csapat van, nagyon sokat tanultunk szerintem az 5 év alatt egymástól, és egyre jobb képeink vannak. Én ezért úgy gondolom, hogy jövője is van a klubnak, nem csak múltja. Igazából mindenki bedobja, amilyen van. És ha így nézzük, mindenki különböző szinten tud fotózni, és különböző témákat szeret fotózni. A legtöbb tag azért egyébként a természetfotó szerelmese, de természetesen mindenki fotóz azért épületeket, embereket, rendezvényeket, bármit. Néha elmegyünk csillagot fotózni, közösen az is, aki egyébként a természetben az őzeket például fotózza. Tehát nincs ebből gond, hogy most ki mit kedvel, mit nem, mert minden területen lehet jó képeket készíteni, és örülni tudunk egymásnak a jó képeknek. Kivetítjük általában a klubban a képeket, igen, és hozzá lehet szólni. Van, amikor az ember kicsit bátortalanabb, hogy megmerje mondani a véleményét, mert ugye a fotózás az egy eléggé szubjektív téma, tehát hogy kinek mi tetszik és hogy miért. Persze vannak szabályok a fotózásban, de a szabályok azért vannak mindig, hogy átlépjük, ezt tudjuk jól, és nehéz néha, hogy megmondjuk, nem mondjuk, de szerintem abból tanul az ember, hogyha tényleg megmondjuk. Tehát igen, szoktunk azért bírálni, mondjuk itt főleg a művészeti vezetőnk véleményére, Ritze Zoltán véleményére adunk, mert azért ő az, aki igazából képzett a csapatban, és ő tudja olyan szemmel látni, hogy abból tanulni tudunk. A klub minden évben bemutatkozik a bonyhádiak előtt, és van úgy, hogy többször is.
Márti Réka azt mondja, óriási a különbség az első és a mostani kiállított anyag szakmai minősége között. Én ezt saját magamon is mérem, tehát mindenképpen, vagy mindenkinek a képein szerintem látni. Jó, azért van egy-két tag, aki már akkor is profinak számított szerintem, de a többség rengeteget tanult, és ezt valamennyien be is valljuk, és ebben szerepe volt a kép értékeléseknek, annak, hogy közösen elmentünk fotózni, hogy tanulni tudtunk valakitől, hogy hajlandóak voltunk tanulni, és meghallgatni másokat. Van, aki nem ismeri nagyon még megmutatni a fotóit. Tehát van, aki még tart ettől, tehát valószínű kihívásnak érzi azt, hogy akár csak a klubtagok előtt is megmutassa, hogy miket fotóz, de én mindig bíztatok mindenkit, hogy az a jó, hogy egyszer lássa, hogy hol tart, hova lehet fejlődni, mit lehet tanulni belőle. És igazából ez már a 7. kiállításunk, közös kiállításunk, és tényleg látható a fejlődés, és örülök, hogy egyre többen megmerik mutatni a képeiket. A Bonyhádi Fotóklubnak hivatalosan 30 tagja van. Ebből megközelítően a tagok fele jár a klub foglalkozásaira. A mostani tárlaton is 16 fotós képeiben gyögyödködhet a közönség. Én azt hiszem, hogy ez egy klub életében egy jó létszám, amikor ennyien aktívan részt vesznek, és úgy érzik, hogy érdemes havonta egyszer eljönni, vagy akár kimenni együtt fotózni valahova. Az interneten is követnek bennünket, nézik a képeinket, érdeklődnek a kiállítások iránt. Itt a művelődési központban volt ugye a legtöbb kiállításunk, de volt már Szekszárdon, és lesz is úgy néz ki. És volt Váralján, tehát több helyen. És ami még érdekes, hogy van a Magyar Fotóművészeknek egy országos szövetsége, amelyeknek tagja vagyunk, ugye, mint klub. És minden évben kiírnak egy úgynevezett MAFOS szalont, amire klubok pályázhatnak, és itt is évről évre egyre jobb eredményt érünk el. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!